Következik itt a színpadon a Lipcséből érkezett tangóharmonika zenekar. Új megszólalásom óta alaposan megtelt a színpad itt a kígyósi kastélyjátékok első napján, és a szívünk is megtelhet egy kis boldogsággal látva azt, hogy mennyien állnak itt az esőben esernyőkkel azért, hogy meghallgathassák a fiatal művészeket, akik eljöttek ide Lipcséből, illetve Lipcsé környékéről, Szászországból, hogy szórakoztassák önöket játékukkal. Ha hiszik, hanem 52 tangóharmonika található a színpadon a hozzátartozó harmonikásokkal együtt. A zenekar a más hangszerekkel és az énekesekkel együtt 60 tagú. A fiatalok a lipcsei és környéki zeneiskolákban a Musikschule Fröhlich zenei oktatási rendszerben tanulnak. Erről a rendszerről azt kell tudni, hogy nagyon sok diák, több száz, több ezer diák vesz részt benne, és a legjobbakból alakult zenekar jutalomból külföldi turnékon is részt vehet. Így azok a fiatal zenészek és tanáraik, akiket most a színpadon látnak, többször jártak már Magyarországon, jelenleg, de jártak már Csehországban, Szlovákiában, Görögországban és más országokban is. Jelenleg egy dél-magyarországi turnén vesznek részt, voltak Mezőhegyesen, felléptek Szegeden, Gyopárosfürdőn, Tótkomlóson és most itt a kígyósi kastélyjátékokon. Hallgassák szeretettel őket, vidám zenét fognak hallani, pop, rock zenét és musical részleteket, musicaleket. Fogadják tehát szeretettel a Lipcséből érkezett harmonikás fiatalokat és karmesterüket, aki vezényer, Kornel Stübing urat.